Maite Peroni, Molnár Ilona. William Lévi, Posta Viktor. További magyar hangok. Szórádi Erika, Andrész Kati, Kisfalvi Krisztina, Orosz István, Círják Csilla, Bókai Mária, Kajtár Róbert, Makranci Zalán, Rancsó Dezső, Rátonyi Hajni, Zöld Csaba, Madarász Éva, Herman Lilla, Halász Aranka, Seres Dániel, Talmács Márta, Kerekes Andrea, Renát Zoltán, Kelemen Kata. Árva angyal. Maita, a csodába! Annyira hiányoztál nekem, komolyan! Nekem is, de egy kicsit még jobban a kisöcsikém. Jaj, és mondd csak, mit keresel itt? Hogy ide jöttél? Az apukát hozott? Nem. Apu már reggel külföldre utazott. Hallod? Na hát milyen szép ez a hely. Hát akkor ki hozott ide? Hát Onélia nagyi. Az utálatos vénszatyor. Igen, az utálatos vénszatyor. Azt a mindenit, akkor biztosan mindjárt látjuk, ahogy letépi a fejemet. Nem, szerintem már nem. Mindig úgy utált Maita. Bár ki tudja, az is lehet, hogy igazad van, hiszen már nem vagyok olyan éhenkórász és olyan neveletlen, mint régen. Akkor talán ő is könnyebben el fog viselni. Még mindig buta vagyok, de már nem vagyok olyan bunkó. Nem, Onélia nagyi teljesen megváltozott. Figyelj! Igen? Ne mondd rá, hogy utálatos vénszatyor. Nagyon vigyázz, mert itt van a közelben. És ha meghallja, igen, hogy így hívod, biztosan mérges lesz. Értem, akkor befogom a csőrömet, rendben. Jaj, itt van Pajti. Ide hoztad Maita. Igen, Maricsúj. De jó. Na, elhoztam hát neked Pajtit. Pajti. Jaj, nézzenek oda, de cuki. Jaj, már olyan régen, annyira régen nem találkoztunk. Mi bajod van, Maricsú? Onili asszony. Maricsú. Akkor te nem gyógyultál meg. Maricsú. Tehát azóta sem látsz. Ki mondta ezt, asszonyom? Nem kell mondani. Meggyőződtem róla. Ez nem igaz, Onélia asszony. Én már nem is vagyok vak. Nincs semmi okod, hogy engem becsapj, ahogy becsaptad Juan Miguelt. Miért, Maricsú? Miért hitetted el Juan Miguellel, hogy már nem is vagy vak? Hát persze, felügyelő úr. Minden esetre köszönöm, hogy értesített. Nyugodtan keressen, ha bármit segíthetek. Nos, minden jót. Szivárról felügyelő volt. Na és? Csak nem történt újra valami? Nem. Csak azért hívott, hogy közölje, hogy a tegnapi napon Esztefániát átszállították a pszichiátriai intézetbe. Nem kívántam neki, hogy így végezze, szegény, de mindig olyan aljasul bánt Mária de Jesusszal. Izabella az egyetlen rokona? Én úgy tudom, Izabellának vannak testvérei. Egyikőjük lehet Esztefánia édesanyja. Persze, igazából nem tudom. Nem tudom, hogy kérnek-e egyáltalán belőle. Azt hiszem, vidéken élhetnek.
Biztosan nem boldogultak a fővárosban. Nos, Isabellára nem számított többé, hiszen a börtönben marad. Így Estefánia magára maradt a sok beteg ember között abban a pszichiátriai intézetben. 10 évet itt fogok tölteni a börtön mélyén Estefánia miatt. 10 év, melyet boldogságban is tölthettem volna. Hogy nem szenvedek szükséget, és nem kell aggódnom, és nem egy sötét börtön mélyén. Légy átkozott, Estefánia! Légy átkozott, amiért ostoba voltál! Amikor előkerülök erről a borzalmas helyről, roskatag vénységé acok össze a sok szenvedéstől. Igazi koldus lesz belőlem. Csak annak örülök, hogy vele sem történik másként, mert ő legalább a dupláját kapja. Igen, 20 évig ül majd a hűvösön. Nem élvezheti az életet, nem élheti át az ifjúságát. Remélem, egy börtönbe fogunk kerülni. Ott ugyan nem fogja más várni, csak a gyűlöletem és megvetésem. Én leszek a legátázabb ellensége. Drága unokahúgom. Most meglátod, mit csinálok, ha szórakoznak velem. Hamarosan mindenért megfizetsz, te hálátlan szuka. Átkozott. Feladtál azok után, amit értettettem. Átkozott. Hallod-e? Mit akar? Az igazgatóság küldött, hogy megmondjam az unokahúgod, Estefánia Rojas, teljesen megbolondult a rács mögött. Tessék? Mi több? Már át is szállították őt egy zárt intézetbe. Csupán ennyi az egész. Mindenki figyeljen, nagyon figyeljen. Egy meg egy, az egy. Egy meg kettő, az egy. Egy meg három, az egy. Bolond, nem vagy normális. Én nem vagyok bolond, mint te. Nem vagyok bolond. Csak éppen mindenki engem irigyel. Ezért akarnak szabadulni tőlem. Mert én egy úrinő vagyok. Királynő vagyok. Én vagyok a legcsodásabb nő az egész világon. Én vagyok a legjobb és legértelmesebb nő minden nő közül, értettétek? Menj és üvöltöz valahol máshol. Hagyj már engem békén. Így nem hallom, hogy mit felelnek a diákok. A diákok? Igen. A diákok. Hallgass már el, jó? Elhallgass. Tudod, mit csinálnék én, ha te lennél a tanítóm? Nem azért tetted, mert néma vagy. Ezért most lakolnod kell. A gyerekek! Neked is meg kell halnod. Hagyd már őket! Nincs menek, nincs. És most ülj! Gyerünk! Háromszor rá kell lőnöd! Gonosz! Onélia asszony, igen, én nagyon szépen kérem az Isten szerelmére, ne mondjon neki semmit, jó? Hogy kérheted ezt tőlem, Maricsúj? Nyilvánvaló, hogy ugyanúgy nem látsz még. Csak azért, mert ideig sikerült eltitkolni Juan Miguel előtt, és ő még tényleg nem vette észre. És biztos benne, hogy visszanyertem a látásomat. Nem, én ezt nem hiszem el. Mégis nagyon szépen kérem, őrizze meg a titkot, ez nekem nagyon fontos lenne, jó? Hallod, Maita? Igen. Nem kéred meg te és a nagymamádat, mert igazán nagyon szeretném, ha segítene nekem. Figyelj, Nagyi. Ugye segítesz neki? Légy olyan kedves. És szeretném már megnézni a kisöcsémet. Megengeded, hogy megnézzem, Maricsúj? Hát persze, igen, Maita, amikor csak akarod. He? Jó napot. Jó napot. Maricsúj, mi történt? A pici már tényleg felébre. Kánde azt mondta, hogy megfürteti, ha be akarsz menni. Én is menni akarok. Jó, egész nyugodtan, Maita. Hadd nézzem meg őt, kérem. Ugye, mert mehetek és én is fürdethetem. Menj csak, Ana Julia, kérlek, vidd magaddal Maitát, hadd nézze meg a kisöccsét. Hiszen végig róla beszélt, amióta itt van. Igen. Menj csak. Én itt maradok Maricsújjal, amíg Maita vissza nem jön. Köszönöm, nagymami. Ana Julia, menj csak. Én addig itt maradok, és beszélgetek a Nagyival. Ahogy akarod, Maricsúj. Gyere, Maita. Köszönöm. Pajtikám, neked meg kell várnod, amíg visszajön Maita. Jó? Na jó, nos, akkor mit szól hozzá Onélia asszony? Akkor hajlandó megőrizni a nagy titkomat, hogy semmit sem látok?
Majd beszélünk erről a kérdésről, és Juan Miguelről. Előbb... szeretnék bocsánatot kérni tőled. Bocsásd meg, amiért olyan rosszul bántam veled akkor. Nem kell úgy megrémülni, ez most komoly, Maricsúj. Jól tudom, milyen gonosz voltam. Zsarnok. Szándékosan aljas voltam. Pedig te igaz.